Kedves nézőink, a 11. helyen zárta az MB2-es bajnokságot az FC Ajka, mi Jákli Péter vezetőedzőt és az ajkai munkásságát befejező Mihalec Pétert hívtuk meg egy értékelő beszélgetésre. Szeretettel köszöntöm a stúdióban az FC Ajka két képviselőjét, Mihalec Péter, mondhatnám veteránjátékost, és Jákli Péter megbízott edzőt. Szervusztok! Szia! Egy, azt gondolom, kőkemény és nehéz hullámzó szezonon vagyunk túl. Kezdetek-e már kisimulni? Péter, talán neked az egyszerűbb? Hát most már mondhatom azt, hogy egyszerűbb. Ugye a bajnokság eleje nem volt ilyen egyszerű. Azzal a céllal vágtunk neki ennek a bajnokságnak is, mint korábban, hogy a középmezőny elején legyünk. Úgy gondoltuk, hogy a nyári erősítés és a vezetőedző személye ezt garantálja. Hát sajnos nem így történt. Persze hozzájátszott ebbe az is, hogy a sorsolásunk nem volt a legszerencsésebb. Ugye az első fordulóban egy győzelem után, a Sopraneni hazai 3-1 után a három olyan ellenféllel játszottunk, akiket előzetesen mindenki a bajnokság elejére várt. Ugye ez a végén azért így is történt, a Vasas, a Gyirmót és a Mezőkövesről van szó. Hogy ott ez a három mérkőzés, ez nem azt mondom, hogy rossz játék volt, de mind a három vereséggel végződött, és ez rányomta a bélyegét a következő 3-4 fordulónakra. Úgyhogy hát ami nagyon régen történt meg nálunk, hogy kényszerből edzőt kellett váltani. Hogy a Klement Pista a 9. forduló után, a Békéscsaba mérkőzés után már távozni akart, de akkor még egy mérkőzést az elnök úr engedélyezett számára, úgymond, hogy megmutassa a csapattal együtt, hogy nem kell ezt ilyen gyorsan befejezni ezt a munkát. De sajnos ott is vereség lett a vége. És ugye akkor egy mérkőzésre a Sziget-Szent Miklós ellen én vettem át a csapatot, ugye hoztuk azt a mérkőzést. Utána pedig érkezett Kuntis Zorán, aki egy teljesen más mentalitást hozott a csapat életébe. Ez se volt egyszerű persze, rengeteget követelt a játékosoktól, ami nagyon, nagyon helyes volt, és azt mondom, hogy az a hátralevő 5 mérkőzés az őszből ilyen szempontból pozitívra sikerült, ugye egy vereség, egy győzelem és 3 döntetlen volt itt a vége ennek a szezonnak. Kicsit megindult a szekér, én úgy éreztem itt a szezon első felében. Így van, tehát az Oránnak az idejövetelével ez mindenki így látta és így várta. Én azt mondom, hogy ez pozitív volt. A felkészülés nagyon kemény volt, ezt a Peti majd is biztos elmondja. Tehát azért mondom, hogy fizikálisan a csapat egész tavasszal ennek hozadékából élt, hogy úgy mondjam. Sajnos, ugye itt is jött sorba megint ez a 3 mérkőzés, amiből megint csak mondom, Mezőkövesden jó futballal csak x-elni tudtunk, a Vasas ellen volt esélyünk a pontszerzésre, sajnos egy szerencsétlen góllal kikaptunk, ugye itt a Keneseinek góljára gondolok, illetve a szabadrugására. Gyirmóton megint csak olyan szituációk voltak a mérkőzés elején a Major Norbival szemben, amit a játékvezető nem úgy ítélt meg, ahogy mi láttuk, és ott, hogyha egy góllal kikaptunk, tehát megint belekerültünk egy ilyen negatív szériába. De azt gondoltuk, hogy jönnek a könnyebb mérkőzések, és akkor ugye majd a csapat kiáll ebből a gödörből. Ez nem történt meg. Ugye jött a Balmazújváros-Siófoki mérkőzés, és sajnos ez 2 vereség, és akkor Zorán fölállt a padról. Megint csak próbáltuk marasztalni, de eltökélt volt ebben, mert úgy látta, hogy nem tud segíteni a csapatnak. És ugye korábbi években, amikor az Arner Tamás meg a Mihalec Pista után kerültem a vezetőedzői posztra, ez más szituáció volt, sokkal jobban szerepeltünk a bajnokságba, és könnyebb volt ez a munka, hogy úgy mondjam, és el is értük azokat az eredményeket, amiket szerettünk volna. Szerencsére most is én azt vállaltam, amikor áprilisán elvettem a csapatot, hogy bent maradunk. Ugye a Siófok mérkőzés után hátról a harmadikak voltunk, tehát kieső helyen nem álltunk. Nem volt biztató az állás. Így van, nem volt biztató az állás, de én úgy gondoltam, hogy a csapat képes arra, hogy kilábaljon ebből a negatív szériából, és azt mondom, hogy sikerült is. Akkor a 5 mérkőzésen veletlenek maradtunk, 3 győzelem, 2 döntetlen, és igazából aztán a Cegléd mérkőzés, amikor nyertünk 4-0-ra, akkor eldőlt igazából, hogy bent maradtunk. Ez rányomta a bélyegét utolsó 2 mérkőzésre egy picit, mert a játékosok is megnyugodtak. Nyilván őnek is óriási presztízs volt az, hogy a csapatot bent tartsuk az MB2-be. Úgyhogy ezért volt az a 2 vereség a végén, bár célként én valamilyen szinten azt tűztem ki, amikor elváltam ezt a 9 mérkőzést, hogy ne kapjunk ki.
Ezek is olyan vereségek voltak, amiről beszélhetnénk, hogy miért történt, de nyilván kikaptunk, de összességében azt mondom, hogy így ebbe az erős MB2-be, talán ha egy helyen előbbre végzünk, ha egy pontot szerzünk mondjuk utolsó mérkőzésen, akkor ugye 9. helyen végzünk, és akkor helyezésben legalábbis abszolút elégedettek lettek volna ezzel a helyezéssel. Én azt gondolom, az utóbbi évek talán legszerencsétlenebb szezonján vagyunk túl. És ezt én azt gondolom jól kezeltük, tehát mindenképpen csak büszkék lehetünk a te teljesítményedre, illetve a játékosokra. Péter, neked viszonylag kevés szerep jutott ebben. Még az ősszel talán pályán voltál néhányszor, és többnyire lelátón találkoztunk. Igen, így volt össze a Kuntisnál, azért többet játszottam, de tavasszal kialakult az az első hármas, ami főleg az utolsó 8 meccsen már működött. Stabilan, megkérdezhetetlen volt a helye a Major Norbinak, a Thomasnak, és egy-kétszer volt változtatások jobb oldalt a csatárposzton. És én ezt úgy gondolom, hogy ezt valamilyen szinten elfogadtam, és már nem a saját érdekeimet néztem már az utolsó évben, hanem a csapatok. Lassan érdekeim. Egyébként tiszteletben Jajkai lehetné, hiszen nagyon régóta itt vagy. Mióta is? Jól emlékszem, 2008-ban jöttem. 2008-ban volt egy itt nagy váltás, akkor kerestek meg az Ajkai vezetőt. Mit látsz azóta? Mert azt gondolom, hogy az Ajkai fotball és a körülmények egyik garanciája, hogy van ember, és éppen te, aki ennyi időt eltölt ugyanannál a csapatnál. Hú, ez számukra hát amikor, pozitív kritika. Így van, amikor idejöttem, egy nagyon családias kis közösséget ismertem meg, és azóta nagyon sokat fejlődött, mint klub az FC Ajka. Emlékszem, hogyha leesett a hó, akkor még tényleg nem tudtunk hol edzeni szinte, mentünk a betonosra futni, tehát azóta óriási fejlődött ez a klub. Én azt látom, nem csak infrastruktúrában, hanem szemléletben is változott az öltözői hangulat, a csapat körüli menedzsment, valami. Igen, minden. Akkor egy kicsit ilyen, hogy mondjam, akkor ilyen megelégedett, tehát nem is megelégedett, hanem nyerjünk itthon, szolgáljuk ki a nézőket, idegenbe, csipkedjünk pontokat. Talán mentalitás volt, hogy 10.-12. hely körül végeztek általában. Azóta igazából 2008-ban nagyon sok jó igazolás volt, ami által, és ezek az új igazolások is, akik jöttek Szombathelyről, Keszterről, vagy mint én Egerszegről, talán egy kicsit érzelmileg kötöttek az évek során a klubhoz, és ezáltal sokkal jobb eredmények, sokkal jobb közösség, és ezáltal sokkal jobb eredmények alakultak ki. Mondhatjuk azt, amit én gondolok, hogy egy kicsit az Artner Tamás személyével, illetve az ő által igazolt játékosokkal kezdődött egy szemléletváltás, akik már elhitték, hogy dobogósak tudunk lenni, fölférünk az ötödik hely közelébe. Igen, de ezek a játékosok, amikor ide kerültek, azt hozzá kell tenni, mert egy Subic, egy Szabó Lecsa, egy Manganelli, ők azért kopogtattak az NB1 ajtaján, tehát NB1-es csapatoknál, és mégis azért úgy hozta a sors, hogy együtt ide kerültünk, és szerintem ez is közrejátszott abba, hogy több éven keresztül itt tudtunk maradni, és azért már évek során jöttünk fel, mint helyezésbe a tabellán. És hogyan tovább? Mi lesz veled jövőre? Hol látunk szeptemberben? Ezt még nem, ez meg a jövő kérdése, nem tudom. Egyrészt biztos, hogy Egerszegen az is a tanárja, az tornaterembe, de hogy délutánonként hol fogok megjelni, azt még nem tudom, ezt majd nyáron fog eldönteni. De abban azért nyugodtak lehetünk, hogy a futballtól nem fogsz elszakadni. Nem szeretnék. Mindenképpen, mint edző szeretném folytatni. Péter, nektek vannak ajánlataitok? Ugye itt a Petinek a dolga, azt hozzátenném, hogy ugye amikor átvettem itt a csapatot az utolsó 9 fordulóra, akkor a Peti és a Thomas volt az a két játékos, akit megkértem arra, hogy segítsen edzéseken, mert 25 játékosunk volt, tehát a 22 végre ezer játékossal... Végre hosszok is van, ugye néha voltak ezzel is bajon. Igen, tehát a 22 játékossal nehéz egy embernek dolgozni, tehát főleg a Peti volt az, ugye Thomas sokat játszott, ő kevésbé tudott hatékonyan segíteni ebbe a munkába, de a Peti végig ott volt, és nem csak az edzéseken, hanem a mérkőzések közben is, ugye kell egy kontroll mindig az edzőnek, és ez volt a Peti, még ha néha nem is a padon ült, hanem a nézőtéren, és akkor szünetben beszéltük meg a dolgokat, tehát ő sokat segített ebben az utóbbi időszakban az én munkámban. Hogy érzed, Péter? Bennem mindig van egy kettős érzés, hogy jobb edzők lesznek-e azok, akik játékosból ülnek le a kispadra, vagy az a jobb edző, aki soha az életében nem játszott, és csak érti a játékot, és mindig csak a vonal szélén áll? Nem, szerintem azok
jobb edzők, akik játékosként sokat, sok évet töltöttek el, hiszen talán az öltözőben őt fel jobban ismerik a játékosok lelkét. És jobban elfogadják, mert ez ugye összefügg a kettő, hogy azt, persze, aki kívülről jön, persze, az edzőként érkezik, nem úgy veszik a játékosok, hogy közülünk emelkedett ki, azért néha én éreztem ebből konfliktust. Persze, jobban elfogadják. Mi a vége? Követed a testvéredet például, vagy ő nem csábít, hogy gyere öcskös, megtanítom, beleviszlek a tutiba, vagy az én nevem már garancia, kitaposta egy utat. Van egy ajánlat, de még gondolkozok, hívna edzőnek, de lehet, hogy nem az én világom. Ő elsősorban utánpótlásban gondolkodik, az a legelszegen, de még ezt át kell gondolnom. És akkor mi a te világod? A felnőtt vagy a női foci? Női focinak is megvannak a szépségei azért, de inkább a felnőtt. Úgy értem. Gondolom. Péter, egy kicsit kell, hogy beszéljünk a jövő évi tervekről is. Ma este ugye innen nem sokára mentek az évzáróra, ott már egy kicsit akkor gondolom kisimultok, de kell gondolkodni abban is, hogy szeptembertől hogyan menjen tovább az FC Ajka élete. Vannak-e már nevek, akik esetleg publikusak lehetnek, vagy ezek majd a nyárvégi tárgyalásokon derülnek ki, hogy ki az, aki átvesz ugye, az irányítást? Épp hogy csak vége van a idénynek, de egyébként nagyon korán kell kezdenünk a felkészülést, mert augusztus 8-án kezdődik a következő bajnokság, tehát június 24-én elkezdjük a felkészülést, tehát 3 hete lesz a játékosoknak durván, hogy kipihenjék az előző évet. Ez nem sok egyébként, tehát az 4 hetet kéne legalább pihenniük. Ugye nálunk azért főleg azért is kardinális kérdés ez, mert sok játékos vidékről jár autóval, sokszor mérkőzés és persze edzésekre. Úgyhogy ezt is nehéz kipihenni. Peti tudná erről mesélni, hogy 7 éven keresztül ugye egy héten 5-ször, sokszor 6-szor jött autóval, ugye őnek a tanárjárása miatt is ezt muszáj meglépnie. A többiek közül sokan most ide költöztek Ajkára, és itt laktak, itt éltek, de azért jó pár olyan játékosunk volt, aki autóval közlekedett nap, mint nap. Hát a folytatásról annyit tudok mondani, hogy az ideinél közösségileg és nyilván játéktudásban is egy jobb csapatot szeretnénk építeni. Megkezdtük ehhez a megfelelő lépéseket. Ma is éppen 2 játékossal beszélgettünk, akiket ide szeretnénk hozni Ajkára. Nyilván lesznek távozók, lesznek új játékosok, ez minden csapatnál így van. Neveket nem tudok megmondani azért sem, mert igazából mi mindig 1 éves szerződést kötünk az itt levő játékosokkal is, tehát egyről a Major Norbinak van olyan szerződése, hogy ő neki érvényes még most is, a többieké lejár június 30-án, éppen ezért június 24-én mindenkinek meg kell jelni egy edzésen, és nyilvánvaló, hogy haladnak előre a tárgyalások az új játékosokkal, amikor érkezik egy új játékos, akkor valószínűleg lesznek távozók, mert nyilván nem tudunk mindenkit megtartani, éppen azért, amit mondtam, mert úgy gondoljuk, hogy ennél jobb csapatot kell jövőre összeraknunk, éppen azért, hogy ne legyen izgulni való itt a mérkőzéseken, se a nézőtéren, se a kispadon, se a vezetőknek. Péter, te mit gondolsz például erről az egyéves szerződésekről? Azért, aki hosszú távra tervez, vagy karrier előtt áll, egy év, én azt gondolom, nem egy biztos dolog egy csapatnál. Annak ellenére, hogy én azt gondolom, Ajka egy jó névvel rendelkező csapat az NB2-ben. Elsősorban szerintem fiatal játékosoknál kell meglépni a több éves szerződést. Nálunk igazából többségben az idősebb játékosok voltak, és olyan játékosok jöttek, akik kevesebb, az előző csapatokban kevesebbet játszottak, tehát szerintem az egy év ez általában egy ilyen türelmi idő volt, hogy meglátsuk, hogy valójában mit tud, hogy kijön-e az a játékosban, amit tud. Játsszunk el a következő. De ennek ellenére egy éves szerződésről beszélünk, én is egy éves szerződésre voltam itt 7 éve, és még folyamatosan minden évben kellett újra tárgyalunk szerződésre. Játsszunk el egy olyan gondolattal, hogy mondjuk szeptembertől te vagy egy NB2-es csapat edzője. Igen. És tőled megkérdezi a klubvezetés, hogy te az ajkai tapasztalatok alapján hogyan állítanád össze a játékos állomány szerződését? Azt mondanád, hogy mindenki jöjjön egy éves szerződéssel, vagy akkor egy kicsit azért osztogatnál, hogy legyen 2-3 ember, aki fixre, több évre tervezhető? Nem, azért szerintem egy csapatnak ki kell alakítani egy gerincet, ha csak egy kezdőcsapatból számolunk, akkor egy 7-8 embert, vagy egy keretbe azért 10-12 ember azért kell, hogy biztos pont legyen. Így van. Tehát velük azért lehet, hogy több éves, de hogy mondjam.
nem egyszerű a dolog. Nem. Tehát a játékos sem mindig több éves szerződést akar kötni. Neked ez az Zalaegerszeg, több helyen olvastam, azt mondtad, hogy pont ez Zalaegerszeg, Ajka, ez a vállalható távolság. Azt kell, hogy gondoljam, 8 év alatt azért biztos megfordult párszor a fejedben, hogy váltanál-e. Nem tetted, mégis itt maradtál. Ez azt gondolom továbbra is bennünket dicsér. Így van. Mi kellett volna ahhoz, hogy azt mondd, hogy gyerekek, akkor jöjjön mindenki, családkapcsolatok, és itt akarok Ajkán élni. Itt Ajkán? Hú. Nem, én nagyon családközpontú embernek gondolom magamat, és ezért is szerettem otthon maradni Egerszegen. Tehát én nem tudtam, voltak megkeresések tényleg Tatabányáról, Pestről, egyszerűen nem tudtam elképzelni magam az otthoni közegbe. Szeretek hazajárni a szüleimhez, megbeszélni az aktuális dolgokat, vagy a fociókat, és ez az Ajka, ez ebből a szempontból teljesen rendben volt, mindenütte Szombathely. Nem tudtak, a 7 év alatt nem tudtak nekem olyat mondani, pedig volt megkeresés, ami érdemes lett volna váltani, és azért szerettem itt lenni, azért nekem nagyon fontos volt, hogy az öltöző mindig jó hangulat, ide tartoztam. Ki tudnál leemelni olyan éveket, vagy olyan mérkőzéseket, amik miatt az unokáinak is Ajkáról fogsz mesélni? Fú, volt, hát azért volt egy-kettő, úgy azért kronológiai sorrendben nem hiszem, hogy tudnám mondani, de mindjárt majdnem a legelső, a pápai hazai 3-0, ahol szerintem azóta se voltál, az 1500-2000 néző itt volt, és nyertünk 3-0-ra, azért az meghatározó volt. Akkor, amikor Pécsen játszottunk, jó eredményt értünk el, akkor azért csatárfejében megmaradnak azok a mérkőzések, amikor 2-3 gólt ugott, vagy a Veszprém elleni csaták, amikor 2 gólommal dőlt el. Többször voltál gólkirály. Így van. Ez azért jó, hogy Ajkához kötődik. Gyakorlatilag Péter Mihalic Petit is be kell, hogy vegyük Ajka sporttörténelmébe. Ő szerintem benne is van a Lárdi Jani által készített sportmúzeum anyagba, úgyhogy mindenképpen. Ugye itt azt hozzáteszem tényleg a 2008-as egy fordulópont volt ilyen szempontból a labdarúgó csapat életében, mert akkor került ide egy olyan garnitúra, akiből még itt van ugye a Petén kívül a János Tibi, itt van a Pálkai Gergő korábban került ide 2005-be, Gunti 2006-ba, tehát még mindig ezek a játékosok itt vannak nálunk. Ugye akkor a Petén kívül jött még a Subic Gábor, aki 5 éven keresztül itt volt Ajkán, tehát azért mondom, hogy akkor sikerült kialakítanunk egy ilyen közösséget, és ezért nem volt gond az, hogy éves szerződéseket kötöttünk, mert biztosak voltunk benne, hogy maradni fognak. De azért is fontos az egyes szerződés, mert mi nem akarunk soha konfliktusba kerülni játékosok olyan szempontból, ha el akar menni valaki, akkor elengedjük. Ha két éves szerződése van, akkor egyezkedni kell. Tehát ez bizonyos szempontból nekünk is jó, meg a játékosnak is jó, de egyébként most van egy olyan törekvésünk, valóban, hogy Peti mondta, hogy a fiatalabb játékosokkal, lásd Major Norbi, aki 17 éves korától itt van nálunk, ő is 2008-ban vagy 2009-ben került ide, azt hiszem 2009-ben. Tehát azért mondom, hogy nálunk lett futballista, ez az igazság, és most már a NB1-es csapatok nem is, de NB2-es top csapatok keresik, de itt marad nálunk, mert jól érzi magát, ő itt lakik Ajkán, ajkai barátnője van. Tehát azért mondom, hogy elképzelhető, sőt, én is azt mondtam neki, hogy ha olyan ajánlatot kap, ami tényleg a pályafutásába előre viszi, akkor el kell menni, bármennyire sajnálom, és az én munkámat fogja megnehezíteni, de akkor el kell engedni, és el kell neki menni, de úgy néz ki, hogy idejében még marad, és szerintem az a következő év lesz nála a vízválasztó. Ha ez a harmadik olyan éve lehet, ahol 10 gól fölött rúg NB2-be, akkor a következőben biztos vagyok benne, hogy keresni fogja olyan top csapat, ahova érdemes neki elmenni. Tehát kicsit önmagunk ellen játszunk, de azt gondolom ez a klub minőségének egy garanciája, hogy tiszta lapokkal, illetve nyílt lapokkal játszatok. Én gratulálok a lokálpatriotizmusodhoz, kivesző félben lévő tulajdonság ez, én azt gondolom, fotbalistáknál talán még inkább, mint az átlagembernél, de mindenképpen jó. Köszönöm, hogy eljöttetek, és gratulálok a szezonhoz. Remélem még találkozunk valamilyen formában a sportpálya környékén, vagy a fotballban. Még egyszer köszönöm, gratulálok, szervusztok! Köszönjük szépen, és viszontlátásra!